Köszöntöm nézőinket, ez a Mozaik a Sopron Televízióban. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület család, esélyteremtő és önkéntes háza meghirdette a 2019 évi megye önkéntese díjat, azzal a céllal, hogy köszönetét fejezze ki azoknak, akik önkéntesként segítik megyénkben egy-egy szervezet munkáját. Az egyik díjazott a vendégem, dr. Varga Mária, növényvédelmi szaktanácsadó, akit sok szeretettel köszöntök. No, Marika néni, akkor tulajdonképpen önt környezetvédelem kategóriában díjazták, de hát ugye nem csak a környezetvédelem, hanem ön egy igazán fáradhatatlan önkéntes, mondhatom ezt, aki nagyon sok munkát fektet ebbe. Hát mert a környezetünk az nem csak a természeti környezetből áll, hanem az emberekből. Tehát akikkel együtt élünk, az is a környezet, és ő rajtuk is segíteni kell, mert nagyon sok elkeseredett, szegény, boldogtalan ember van, és ő rajtuk is bizonyos szempontból az ember tud egy kicsit előre lendíteni, és egy kicsit jobb helyzetbe hozni. Ilyen volt a hajléktalanok etetése, hát magam főztem nekik sokáig, most az alapítvánnyal együtt főzünk. Ez is egy jó vállalkozás volt, mert ott látszott rajtuk, hogy jól esik. Aztán a szemétszedés, hát végül is az is a város tisztasága, a város szépsége, hogy ne szemétláda legyen a város, hanem ékkő, ugye a országos szépségek között. Igen, a Sopron szebb és világosabb, élhetőbb legyen, ugye ez is szerepelt a méltatásban, ez is nagyon fontos. Azt mondom, hogy hónapról hónapra felfeltűnik egy-egy rendezvény, ahol Marika néni is nagyon aktív szerepet vállal. Hát olyan rendezvényekbe veszek részt, amik számomra is fontosak, és biztos, hogy a hallgatóság, a résztvevők azok örömmel jelentkeznek, mert mindig kapnak valamit. Most például lesz a Virágos Sopronban egy nagyon érdekes előadás, amit én is nagyon várok, a rektor úr fog beszélni, a vaddisznók betelepedéséről a városokba. Mert ugye már annyian vannak, és már nem csak gondot jelentenek, hanem talán közegészségügyi problémákat is magukkal hordanak. Nagyon sok fiatal példát vehetne Marika néniről, már csak azért is, hiszen tényleg mi magunk itt a Sopron Televízióban is tucatnyi olyan eseményről számolunk be, ahol lelkes önkéntesek dolgoznak, és ott Marika néni valamilyen okból mindig feltűnik. Igen. Honnan ez a sok erő egyébként? Hát az önkéntesség az emberbe belül van. Tehát az, hogy észrevegye, hogy ilyen és olyan problémákon kellene valamit segíteni, az bennünk van. Tehát itt nem arról van szó, hogy pénzt kapunk érte, mert az önkéntesség az tényleg teljesen önkéntes. Tehát a szívünk, a lelkünk indítja el bennünk a folyamatot. Hát én ezt a szüleimtől örököltem, mert ők is ilyenek voltak. Az egész életem ilyen közegbe telt, tehát nem tudtam volna más lenni, nem csak az öröklés, hanem úgy egyébként a hagyományok és az együttlét során. Nem lehet, hogy az a probléma, hogy úgy gondolják sokan, hogy hát mégis a városnak van gazdája, hát csinálja meg ő, hát most miért én álljak neki? Pedig tudjuk, hogy a városnak volt 150 évvel ezelőtt is gazdája, mégis nagyon sokan lokálpatriótaként odaálltak egy-egy ügy mellé. Ugye? És igen, most is így kellene. 150 ugye éve így van, hát ugye a Városszépítő Egyesületben is egy szakbizottság vezetője vagyok, a Heimler Károlyé, akik arról nyilatkoznak, arról akarnak előre lépéseket tenni, hogy a város szebb legyen. Tehát van ránk szükség, mert most majd tavasszal, ha tényleg beköszönt a tavaszt, megint kimegyünk mégpedig a várkerületre, és az a célunk, hogy a cigarettacsikkeket szedjük össze, hát nem lesz könnyű, mert sok van, és ugye a résekbe, a kövek réseibe szinte örömmel beledolgozzák, és onnan ki kell szedni, mert nagyon csúnya. És ezen kívül borzasztó veszélyes, mert a nikotin, a kadmium, ami benne van, soha nem bomlik le. Tehát örökre ott marad, és állandóan a humán
részről gondot jelenthet, még ha nem is tudjuk. Tehát azért ezt azért mégiscsak figyelembe kell venni. A másik meg a temető, mert oda is kimegyünk tavasszal, ez egy új kezdeményezés, virágot viszünk azokra a sírokra, akik a Nemzeti Sírkert mozgalomba szerepelnek, mert nincsen hozzátartozójuk, de sokat tettek a városért, hát emlékezzünk meg róluk. Legyen rajtuk is egy-egy virág, cserepeset gondolok, vagy beültetjük, ha van föld a síron. Tudunk mondani egy-két ilyen nagy embert egyébként, akik hát igen. Sírját igen, mondozni igen. Kell? Hát akiknek nincs hozzátartozójuk. Velder József, ugye ő volt a városnak 25 évig a főépítésze, ami egész rendkívüli dolog, mert alig élt többet, tehát 60 éves korában már meghalt. Aztán, ahogy megyünk, Flandor Ferégnác, ugye ő meg a Városszépítő Egyesület alapítója, hát ő neki a sírját viszont idén fogjuk felújítani. Az is nagyon szép feladat, és meg is érdemli. Aztán, ahogy megyünk ott az öreg temetőbe, a kriptáknál, tényleg nagyon sok olyan van, ugye a festőművész és a Horváth József, aztán megyünk tovább. Hát most értelen, mert nevek nem jutnak ezt, de tudjuk, hogy hol van. Paur Iván, szóval akkor botanikusok, azok kicsit a szívemhez közel vannak, és az evangélikus temetőben meg különösen sok ilyen személyiség sírja van. Ilyenkor sikerül egyébként ezek alkalmakkal megnyerni a fiatalságot? Van fogadókészség részükről? Azért van, és ez mindig öröm az én számomra, különösen, hogy ők is saját maguk elindulnak egy úton, amiről nem szabad letérni. Most a Városszépítő Közgyűlésen egy fiatalember olyan csodás ötletekkel jött elő, hogy mit lehet a város tisztaságáért tenni. Hát én magam is meglepődtem, és vele is fel fogjuk venni a kapcsolatot. Ő a maga ötleteivel színesíteni és biztosítani fogja azt, hogy a munkánk egy kicsit jobb legyen. Más fiatalok is vannak, csak azokkal nem látni ekkora aktivitást, de ők is akarnak, és ki fognak jönni erre a munkára. Marika néni, volt egy régi dolog, amely a gesztenyefák betegsége, és mi tulajdonképpen ott találkoztunk először a Sopron tövező gesztenyésekbe, és azt mondhatom, hogy az ön hathatós segítsége kellett ahhoz, hogy most ne gesztenyefák nélkül, hanem már újra szép gesztenyésekkel rendelkezzen Sopron és környéke. Erről már nagyon régen beszéltünk. Mi is volt ez tulajdonképpen? Egy betegség támadta meg a fákat. Igen, tehát ez Amerikából terjedt el hozzánk is, és ugye jött a keleti ország, tehát országokból, Portugália, Olaszország, Franciaország, majd Ausztria, ez egyszer csak ide is elérkezett. Hát ez azért régen volt, 1978-ban, és akkor csak terjedt, mert viszik rovarok, a szél, tehát ennek a spóráit nem áll meg. Ezt már tudjuk, mert látjuk, hogy az invazit fajok, akik mostanában települnek be hazánkba, azok nehezen gyéríthetők, mert nem hozzák magukkal a természetes ellenségeiket, ami a hazájukban megvan. Na szóval ez a betegség ide is elérkezett, és akkor egy pár ilyen lelkes ember, mint én is, azt gondoltuk, hogy tenni kell valamit, és 1996-ban tettük meg az első kezelést, ami ennek a gombának egy vírussal való felülfertőzését jelenti, amiből eredmények születtek. Ez látható a mostani gesztenye állapotokon. És akkor, hát ezt még nem mi csináltuk, hanem az ország első ennek a betegségnek a tudója, aki Amerikából jött, hát ő neki ott tapasztalatai voltak, dolgozott ebbe a témába, úgyhogy tőle tanulhattunk, ő az első kezelést ő csinálta, és ez a fa ma is él, 96.
nagyon régen volt, és annyira beteg fa volt, hogy ez csak egy játéknak tűnt, hogy ezzel már úgyse lehet mit kezdeni, és meggyógyult. Tehát ez olyan szép gyógyulás volt. Aztán a későbbiekben tényleg az én önkéntességem játszott szerepet, mert aki szólt, oda kimentem a kertekbe, az erdő részleteikbe, és ott elvégeztük ezt a munkát. Úgyhogy elmondhatom, hogy Sopronban az új fertőzések is leblokkolódnak abból következőleg, hogy a régi fákon ez az átalakított gomba, tehát ez a nem fertőző gomba tovább terjed ugyanazon a módon, mint ahogy a kórokozó. Dr. Varga Máriának én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és további sok erőt és jó egészséget kívánok ehhez a sok-sok munkához. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és örülök, hogy találkoztunk. Kedves nézőink, ez volt Mozaik című műsorunk, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!